Népszavazást kezdeményez a főpolgármester a római parti gátról. A közgyűlés dönt majd a referendumról. Már ebben a hónapban dönthet az országgyűlés a vörös csillag tiltásáról a kereskedelemben. Jön a Lex Heineken. Feljelentették az úszószövetség volt elnökét, az egyik úszóegyesület elnöke milliós visszaéléseket gyanít. És 15-16 magyart kell kimenekíteni a hurrikán sújtott a karibi térségből, már csak az engedélyekre vár a külügy. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Ügydöntő népszavazást kezdeményez a fővárosi közgyűlésben a főpolgármester a római parti gátról. Tarlós István szerint erre azért van szükség, mert jelenleg már nem szakmai vita folyik a kérdésben, a mostani vita pedig már nem kezelhető. A főpolgármester közölte, ha a referendumon úgy döntenek, hogy ne a part mentén, hanem kicsit távolabb épüljön fel a védmű, az erkölcsi felelősség azokat terheli majd, akik a szavazást kezdeményezték. A közgyűlés várhatóan szeptember 27-én dönt majd a népszavazásról. Csak jövőre kezdik el a Lánchíd és a budai váralagút felújítását, tudta meg az Inforádió a Városházától. A teljes rekonstrukció a tervek szerint 22 milliárd 330 millió forintba kerül, és több mint két évig tart majd. A híd és az alagút lezárása és a tényleges munkavégzés csak a közbeszerzés és a nyertes kivitelezővel való szerződéskötés után indulhat el. A Lánchíd és az alagút keleti kapuja a világörökség része, ezért a hídfőket, a pilléreket és a kőoroszlánokat szakértők bevonásával kell restaurálni. Az Európai Bizottság nem emelt kifogást a Lex Heineken ellen, így akár még ebben a hónapban betilthatják a csomagolásukon vörös csillagot viselő termékeket. Végső döntés a Fidesz frakcióülésén születhet. Könnyen lehet, hogy hamarosan törvénybe ütközhetnek a hasonló mozdulatok Magyarországon. Az Európai Bizottság ugyanis nem emelt kifogást a Lex Heineken, vagyis az önkényuralmi jelképek kereskedelmi forgalmát korlátozó törvényjavaslat ellen. Ha az országgyűlés megszavazza a módosítást, akkor mostani külsőségükben ezek a sörök, üdítőitalok, édességek és sportruházati termékek sem kerülhetnek a magyar áruházak polcaira. Eltűnhetnek Puskás Ferenc mezei is, ráadásul kérdés, hogy közvetíthetik-e Magyarországon a Bajnokok Ligája foci meccseit, amelynek a holland sörgyár a főszponzora. A magyar külügyminiszter szerint egyértelmű az önkényuralmi jelképek tilalmáról szóló törvény. A vörös csillag egy diktatúrához kapcsolódó önkényuralmi jelkép, tehát nagyon helyes, hogyha az Európai Bizottság megengedi nekünk azt, hogy a saját történelmünkben oly sok sérelmet és rosszat okozó diktatúrák önkényuralmi jelképeit azt ne kelljen elviselnünk különböző kereskedelmi termékeken. Az MSZP szerint nem a vörös csillagról szól a vita. Lázár János maga a parlamentben elismerte a parlamenti vitában, hogy itt gazdasági folyamatokba akar a kormány beleavatkozni. Egyetlen egy mondattal lehet jellemezni, itt pénzről van szó. Az LMP szerint a kormány csak szimbolikus ügyekben lép fel a multik ellen. Ne becsüljük le azért a jelentőségét, de kisebb jelentőségű dolog, és egyéb más téren is lépnie kéne a magyar kormánynak. Nem a multinacionális vállalatokat kellene támogatni, hanem a KKV-kat, meg kéne változtatni a kiszolgáltatottság törvénykönyvét, a magyar munkavállalók érdekébe kéne fellépni, ezt várjuk folyamatosan Lázár Jánostól is. A miniszterelnökség kérdésünkre némileg módosította Szatmári Kristóf miniszteri biztos nyilatkozatát. Álláspontjuk szerint ugyanis bár az Európai Bizottság döntésével elhárult az akadály a törvénytervezet elől, a Fidesz frakció szerdán kezdődő kihelyezett ülésén lesz alkalma erről tárgyalni, ahogyan arról is, hogy milyen további sörpiaci lépésekre van szükség. Döntés csak a frakcióülés után fog születni. Szijjártó Péter cáfolta, hogy egy Magyarország számára is elfogadható új menekült kvóta rendszer dolgoznának ki az EU-ban Szlovákia vezetésével. Erről korábban a Frankfurter Allgemeine Zeitung írt. A lap úgy tudja, hogy a rugalmas szolidaritásnak nevezett programban több lehetőségük is lenne a tagállamoknak. Dönthetnének úgy, hogy saját belátásuk szerint vesznek át menekülteket, vagy a külső határok védelmét segítik, esetleg anyagilag támogatják a befogadó országokat. A cikk szerint a jövő évi választások után Orbán Viktor is engedékenyebb lehet a kérdésben. A kormányszóvivő mindezt német választási rufinak nevezte.
megfosztaná tisztségétől Áder Jánost a Jobbik. A párt szerint a köztársasági elnök nyíltan alaptörvénysértő rendelkezést fogadott el akkor, amikor aláírta a plakáttörvényt. A Jobbik frakcióvezetője szerint a pártok gazdasági működését csak kétharmados többséggel lehet szabályozni, a plakáttörvényt viszont egyszerű többséggel fogadták el a parlamentben. Molnár János hozzátette, hogy előzetes egyeztetések alapján minden ellenzéki párt támogatja Áder János visszahívását. Orbán Viktor szerint sürgős választ kell adni az európai népesedési problémára, de a népességfogyás nem migrációval, hanem a családpolitika erősítésével kell megoldani. Az MSZP nem látja a 8 év családpolitika eredményeit a mutatókon. Balogh Zoltán miniszter a mindennapos iskolai testnevelés bevezetésére a legbüszkébb. Királyi patronusa is van a Budapesten ülésező WHO Európai Bizottságának. Felállva várta az Egészségügyi Világszervezet regionális testülete Mária Dán hercegnőt és a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor a népességfogyást tartja Európa legégetőbb problémájának, amelyre sürgős választ kell találni. Van olyan terv, amely az európai népesedési problémát, azt migrációval kívánja megoldani, több nemzetközi szervezet is képvisel ilyen álláspontot, és vannak országok, nemzetállamok, amelyek ellenkezőleg betelepítés helyett a családpolitika megerősítésével kívánnak válaszolni erre a kihívásra. A szocialisták nem látják a családpolitika megerősödését a statisztikai adatokon. 1,3 millió ember tervezi elhagyni ezt az országot. 1,3 millió, akkor valami nagyon nincs rendben. A családpolitikájával, a gazdaságpolitikájával, az oktatáspolitikájával Orbán Viktor és kormányának, akkor nem kívánná ezt az országot még ennyi ember elhagyni, hogyha rendben lennének ezek a mutatók. Az emberi erőforrások minisztere elárulta a tanácskozáson, hogy mit tart a legértékesebbnek a népegészségügyi programokban. Mire talán a legbüszkébbek vagyunk, az a mindennapos testnevelés, amelyik azt jelenti, hogy ma Európában a legtöbbet a magyar gyermekek mozognak naponta, hiszen minden nap van testnevelés órájuk az iskolában. A WHO Európai Bizottságának nem csak uniós országok a tagjai. Döntéseik ezért olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek iránymutatók lehetnek Svédországtól Tadzsikisztánig. Kincses Gyula volt államtitkár szerint ilyen az igazságosság és a szolidaritás, amely konkrét feladatokat is ad az országoknak. Nagyon fontos üzenet ez, hogy igenis szolidáris rendszerekre van szükség, és felzárkóztató, tehát a szegényeket támogató, az esélyegyenlőséget szolgáló rendszerekre van szükség. A WHO Európai Regionális Bizottsága csütörtökig ülésezik Budapesten. Októberig biztosan nem sztrájkolnak a Tesco dolgozói, addig ugyanis még egyeztetnek a követelésekről. 25%-os béremelést és 15%-os létszámbővítést akarnak elérni, valamint azt, hogy jobban megbecsüljék a régóta a cégnél dolgozókat. Az érdekvédők szeptember 25-éig adtak határidőt a létszámbővítés kidolgozására. Követeléseikről a Tesco közép-európai menedzsmentjével tárgyalhatnak majd. A megállapodásig nem oszlatják fel a sztrájkbizottságot. Feljelentette Bíner Gusztávot, az egyik úszóegyesület elnöke, tudta meg az ATV.hu. Tóth István szerint ugyanis Bíner elnöksége alatt jelentős visszaélések voltak az úszószövetségnél. Tóth szerint például belső építészeti tanácsadásért havi bruttó 500 ezer forintot fizettek ki. Szintén példaként említette azt is, hogy állítólag áprilisra ígért, de még szeptemberben sem létező vizsgálati jegyzőkönyvekre több mint bruttó 15 millió forintot fizettek ki. Az eddigi 9 magyaron túl további 7 vagy 8 magyar állampolgár tartózkodik az Irma hurrikán sújtotta Szent Martin szigetén. Ezt Szijjártó Péter mondta az egyenes beszédben. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszámolt, hogy sikerült megállapodni egy dominikai repülőgép társasággal egy 14 fős repülőgép kibérléséről. Amint megkapják a repülési engedélyeket, azonnal Szent Martin szigetére repülnek és evakuálják a magyarokat. Napi kétszer vagyunk velük nagyjából kapcsolatban, ez is nagyon, nagyon nehezen megy, akadozik a kommunikáció, hol SMS-ben, hol iMessage-ben, hol e-mailen, hol telefonhívással, hol valakin keresztül tudunk kapcsolatot rekesíteni.
tovább tartanak az utórengések a 8,2-es erősségi földmozgás után, amely még a múlt héten rázta meg Mexikót. A természeti katasztrófában legalább 90 ember halt meg, és 800 ezer ember maradt fedél nélkül. Nagy üzemben folyik a károk felmérése a mexikói Chiapasban, ahol óriási pusztítást végzett a múlt heti hatalmas erejű földmozgás. Mindenki vigyázzon. Ez a ház például olyan súlyosan károsodott, hogy lakhatatlanná vált. A lakóknak ideiglenes szállást alakítottunk ki nem messze, mondta a károk felmérésével megbízott tisztviselő. Ez a család is romokban találta az otthonát és a hozzátartozó pékséget Paredonban. Tegnap jöttünk vissza, akkor láttuk, hogy semmi nem maradt. Itt volt a vállalkozásom, ez volt a jobb kezem, itt sütöttem a kenyeret, mondta szomorúan a tulajdonos. Paredón városában voltak a legnagyobb károk. Ez nem csoda, hiszen a település közel fekszik a földmozgás epicentrumához. Az épületek jelentős részében súlyos károk keletkeztek. Juchitán városában az összefogás ereje nyilvánult meg, amikor elindult az adománygyűjtés. Az önkormányzat egy iskola épületében alakított ki válságközpontot, ahol ivóvízhez, élelemhez és más fontos dolgokhoz juthatnak a károsultak. Elsősorban mindennapi használati tárgyakat hoznak meg, ruhákat. Ez nagy segítség, főleg mivel látni, hogy mindenképp minden tőletelhetőt megtesz, hogy segítsen, mondta egy helyi lakos. A segélyekre valóban nagy szükség van. Az én családom több mint 20 tagú. Kétszintes házunk volt, ami összedőlt. Támogatásra van szükségünk a túléléshez, mondta egy károsult. Mexikó nyugati partjainak közelében, a csendes óceán alatt csütörtök éjjel regisztráltak egy Richter skála szerinti 8,2-es erejű földmozgást. A katasztrófában több mint 800 ezer ember maradt fedél nélkül, több száz iskolában súlyos károk keletkeztek. Ez volt a legerősebb rengés az elmúlt 100 évben Mexikóban. Peña Nieto elnök 3 napos gyászt hirdetett az áldozatok emlékére. Több horvát várost is elöntött a víz a heves esőzések után. A legsúlyosabb Zadar városában a helyzet. Ott tegnap reggel 2 óra alatt közel 20 cm-nyi eső esett. Ez több mint kétszeres annak, mint amennyi szeptember hónapban átlagosan esik. A víz házakat, pincéket, mélygarázsokat, bevásárlóközpontokat és temetőket árasztott el. A forgalom is leállt az utcákon. A kórházak beálltak, az orvosok csak a sürgős műtéteket végezték el. Több kerület is áram nélkül maradt. Az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, és az óvodák sem fogadták a gyerekeket. Ráadásul a vezetékes víz is fertőzés veszélyessé vált. Egyetértenek a magyar parlamenti pártok abban, hogy elfogadhatatlan az ukrán oktatási törvény, ezért felszólították Petro Poroshenko ukrán elnököt, hogy ne írja alá a jogszabályt, hanem küldje vissza azt a törvényhozásnak. Szijjártó Péter mindeközben intézkedéseket vár az EBSZ-től, az ENSZ-től és az Európai Tanácstól. 3 év múlva befejeződhet a magyar nyelvű középiskolai és felsőoktatás. A színházi előadásokban, ha az nem ukrán nyelvű, akkor feliratokat kell majd használni, és korlátozhatják a nem ukrán nyelvű sajtó terjesztését is, ha életbe lép az ukrán parlament által múlt kedden elfogadott oktatási törvény. Ez a törvény az európai értékekkel és jogszabályokkal összeférhetetlen módon drasztikusan korlátozza a kisebbségek, így a magyar nemzeti közösség hozzáférését az anyanyelvű oktatáshoz. A külgazdasági és külügyminiszter ezért levelet küldött az EBSZ-nek, amelyben ismerteti a magyar álláspontot és intézkedéseket vár a szervezettől. Lépéseket sürget az ENSZ emberi jogi főbiztosánál, az Európai Tanács főtitkáránál és az Unió szomszédságpolitikáért és csatlakozási tárgyalásokért felelős biztosánál is. Minden nemzetközi intézményt fel kell használnunk annak érdekében, hogy ez a gyalázatos törvénymódosítás ne léphessen életbe. Ez nem csak a magyar-ukrán kapcsolatokról szóló jogszabályokat, nem csak az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodást, de Ukrajna alkotmányát is súlyosan sérti. Részt vett a külügyi bizottság 5 párti egyeztetésén, az üggyel kapcsolatban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke is, aki szerint a törvény életbe lépése esetén felszámolnák a magyar oktatási rendszert, amivel 150 ezer ember jelene és jövője válna kétségessé. Meggyőződésem az, hogy ezek az intézkedések, amelyeket Ukrajna életbe kíván léptetni az országban élő nemzeti kisebbségek iránt, vagy egyáltalán nem felelnek meg Ukrajna jól felfogott érdekének, hiszen sodrendezési ország, meg fontos a szomszédok, különösen a nyugati szomszédoknak a támogatása.
A szakértő szerint hasonlóan a korábbi kísérletekhez az ukránok most is az orosz nyelv ellen akarnak fellépni, ugyanakkor ez súlyosan érinti az Ukrajnában élő egyéb nyelvi közösségeket is. A probléma a nemzetközi jogi kötelezettségekkel kapcsolatban az, hogy ugye lényegében három egyezményt sért meg Ukrajna, a polgári és politikai jogok ENSZ egyességokmányát, a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját és az európai egyezményt, keretegyezményt a nemzeti kisebbségek védelméről. A Fidesz külügyi kabinet vezetője szerint a kérdésben öt párti egyetértés van, vagyis a magyar pártok elfogadhatatlannak tartják az ukrán oktatási törvényt, és felszólítják az ukrán elnököt, hogy azt ne írja alá. 70 készszúrással ölt egy 31 éves férfi Budapesten. Még májusban végezte ki áldozatát, de csak most derült ki a brutális gyilkosság. A rendőrök előbb a 24 éves áldozat elásott holttestét találták meg, néhány nappal később a gyanúsított is előkerült. Valószínű, hogy a férfi beszélhetett valakinek a gyilkosságról, aki aztán feladta őt a rendőrségen. Május 17-e óta kereste a családja és a rendőrök Benyámint. A 24 éves fiú aznap délután 4 órakor még találkozott egy ismerősével, délután 6-kor viszont már barátai hiába várták. Azonnal bejelentették az eltűnését, de csak múlt héten történt fordulat az ügyben. Egy 11. kerületi erdőben egy sporttáskába rejtett elásott holttestet találtak a rendőrök. A vizsgálatok szerint brutálisan 70 készszúrással ölték meg az áldozatot, mint később kiderült a 24 éves Benyámint. Néhány nappal később 5 perc sétára az erdőtől saját lakásában a gyanúsítottat is elfogták. A 31 éves férfi beismerő vallomást tett. Ez a beismerő vallomás az ő esetében jelenti azt, hogy talán megkönnyebbült, talán nem ezzel kell és nem ezzel fekszik. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy az, hogy ő ezt beismerte, ez talán abból a szempontból jelzést jelte ki, hogy szeretett volna szabadulni ettől a gondolattól. A gyilkosság környékén sok lakóval beszéltünk, de senki sem mert nyilatkozni. Azt mondják, félnek. Úgy tudjuk, a gyilkossággal gyanúsított férfi orvos apja és restaurátor anyja már évekkel ezelőtt elváltak. A fiú az édesanyjával ebben az utcában élt. A nő ma is otthon volt, de nem akart velünk beszélni. Igen, tessék. Jó napot kívánok, ATV Híradótól vagyunk. A férfit közben a bíróság letartóztatta. A jelenlegi adatok alapján megalapozottan lehet tartani attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a súlyos bűncselekménnyel gyanúsított férfi megszökne, elrejtőzne a hatóságok elől, ezért a jelenlét az eljárásban csak a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható. Általában a féltékenységeknél szokott ilyen típusú végrehajtás bekövetkezni. Ezt már a kriminálpszichológus mondja. Vég József szerint ez a fajta brutalitás a szerelmi háromszögekben figyelhető meg. Általában az ilyen bűncselekmények mögött, amikor nagyon sok készúrás van, indulati cselekményként szokták kezelni, mert erős indulatok állnak. Ez származhat abból, hogy valóban valami érzelmi közelség vagy távolság volt két ember között, tehát gyűlölet, vagy valamilyen tudatmódosító szer hatás alatt állhatott az elkövető, és ennek következtében volt ilyen brutális a gyilkosság. Úgy tudjuk, a kegyetlen gyilkosság hátterében kábítószer ügylet állhat. Sok a beteg gyerek Nógrád megyében. Ugrásszerűen nőtt az orvoshoz fordulók száma. A szakemberek szerint visszatérő jelenség, hogy amikor ismét közösségbe kerülnek a gyerekek, egymásnak adják át a kórokozókat. A Balassa Gyarmati Kórház gyermekosztályán teltház volt már a hétvégén. A legtöbben valamilyen vírusos vagy ahhoz hasonló megbetegedéssel kerültek ide. Egy órán keresztül hánytunk az óvodába, és kiszáradással lett hozzá szegény Manu. Gyorsan infúziót kapott, és kiderült, hogy lehet, hogy valami kis vírusos megbetegedése van. Nem be kellett feküdni a kórházba, ugye kicsi? Az egészen kicsikre is veszélyes ez az időszak. Csósza Dominika alig 2 hónapos kisbabájával várja, hogy javuljon a kicsi állapota, aki hányásos tünetekkel került az osztályra. Bentartották megfigyelésemből a kiszáradás veszélye miatt, fennálltnál a kiszáradás veszélye, és így bennmaradtunk a kórházban, és kedd éjszaka be is lázasodott, úgyhogy lássi javítás célból megkapta a gyógyszeres kezelést, és antibakteriális kezelést is kapott emellett. A Széchenyi gyermekorvosi rendelő orvosa is azt mondta, hogy ebben az időszakban jelentősen megnő a betegek száma. Az átlagos forgalomnak akár 4-5-szöröse is lehet ilyenkor. Az hétköznapokból bekényszerülnek egy zárt helységbe, ahol ugye a fertőzések jobban terjednek,
A mindennapi stressz is, ugye ez bekövetkezik, mert úgy az anyunál, mint az apu, a gyereknél, mert vissza kell állni a hétköznapi rutinokra. A doktornő szerint a betegségek egészséges táplálkozással, mozgással és a szabad levegőn tartózkodással elkerülhetőek. Kell a pénz a 3-as metró felújítására, ezért nem hosszabbítják meg az 1-es villamos vonalát északi irányban. A beruházás jelentős könnyebbség lett volna az óbudaiaknak és az agglomerációban élők számára, mert a villamossal egy kombinált csomópont is épülne, P+R parkolóval, buszpályaudvarral. A 3. kerület polgármestere Búzs Balázs támogatja, hogy saját kerülete helyett Tarlós István bejelentése alapján most a 3-as metróra költsék a pénzt. Az én javaslatomra elengedtük a külső bécsi úti villamost. Ezzel a szűkszavú mondattal jelentette be pénteken a főpolgármester, hogy a 3-as metró felújítása miatt elmarad az 1-es villamosvonalának északi meghosszabbítása. A villamos pályáját a jelenlegi bécsi úti végállomástól még 3 kilométerrel hosszabbították volna meg, egészen az esztergomi vasút aranyvölgyi megállójáig. Az egyik óbudai civil szervezet alelnöke azt mondja, reménykednek, hogy jut pénz a villamosra, mert az óbudaiak nagyon keveset tudnak használni az elmúlt évek fejlesztéseiből. Mert itt lakunk fönt a hegyen, ahol nincs tömegközlekedés, tehát mi csak gépkocsival tudunk lejönni. Fölszállnánk itt a vonatra, de nem tudunk hol parkolni. Nincsen P+R parkoló. Az eredeti tervek nem csak a villamosról, hanem egy intermodális csomópontról szóltak, P+R parkolóval, buszpályaudvarral, kiszolgáló egységekkel. Hogy ezek a villamosvonal meghosszabbításától függetlenül megvalósulnak-e, azt jelenleg a kerület polgármestere sem tudja. Búzs Balázs azt mondta, a kerület szempontjából elengedhetetlen a fejlesztés, annak valamikor meg kell történnie. Nekem az elsődleges feladatom az az, hogy a 3. kerületi közlekedés fejlesztésért, a 3. kerületi projektekért lobbizzak. Ennek ellenére megértem főpolgármester urat akkor, amikor a 3-as metró kérdését prioritásként kezeli, és ennek a biztosítását fontosnak tartja, ebben én őt támogatni fogom. A Jobbik országgyűlési képviselője szerint is a villamos lenne az egyetlen értelmes alternatíva az autós közlekedéssel szemben. Érthetetlen, hogy az 1-es villamos meghosszabbításának az előmunkálatai részben már megkezdődtek, a tárgyalóasztalon kitalálták őket, pénzt költöttek rájuk, most mégis beláthatatlan időtávba kerül ennek a megvalósítása. A szocialisták szerint ez a döntés többletforrás helyett csak helyet csinál a metróberuházásnak, mert az elképzelhetetlen, hogy az Unió 137 milliárd forintnál több pénzzel támogassa a metrófelújítást. Főleg úgy nem, hogy nem akarják teljesen az akadálymentesítést megvalósítani, márpedig az Unió csak akkor finanszíroz teljes mértékben ilyen projekteket, ha ott egy komoly javulás következik be a korábbiakhoz képest. Horváth Csaba szerint Tarlós Istvánnak a kormányzattal kellene tárgyalnia a beruházásokról, ellenkező esetben a főpolgármester csak a budapestiek zsebében nyúlkál. Egykor az év bankára volt a munkahelyén, ma vádlott a bíróságon. A debreceni ítélőtábla új eljárásra kötelezte a törvényszéket abban az ügyben, melyben 5 évre ítéltek egy bankárt, aki félmilliárdos kárt okozott a bankjának. A debreceni törvényszék első fokon csalás kísérlete, valamint magánokirathamisítás büntette miatt ítélte 5 évre az egyik bank debreceni fiókjának személyi bankárát. A férfi 2011. szeptemberétől egy éven át ügyfeleinek pénzével kezdett különféle befektetésekbe úgy, hogy azok nem tudtak ezekről a tranzakciókról. A bankár a munkáltatójának közel 500 000 000 forint kárt okozott, mivel az ügyészség szerint üzletszerűen végezte a szabálytalan tranzakciókat, súlyosabb büntetést kell kiszabni. Kiszabott szabadságvesztés tartalma túlzottan enyhe. A vádlott terhére szóló további nyomatékos súlyosító körülmény az üzletszerű elkövetés és az, hogy felkészültségét, szakmai képzettségét bűncselekmény véghezőtelére használta fel. A vádlott védője szerint az ítélet több sebből vérzett, például azért, mert szerinte tételesen fel kell sorolni a 179 szabálytalanságot, hogy a vádlott védekezni tudjon. Az ítéletben ez nem szerepelt. És itt abban a helyzetben vagyok, hogy a tisztelt ügyészséggel valamilyen szinten egyet kell értsek, hogy milyen hiányosságokban szenved ez az ítélet. De én úgy gondolom, hogy ez az oké, tehát a ítélő tábla az ügyészség által javasolt módon nem tudja orvosolni, legalábbis az én véleményem szerint. Az ügyvéd azt mondta, hogy itt csak az segíthet, ha a másodfokú bíróság az ítéletet hatályon kívül helyezi. A bíróság így is döntött, és új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot. A
tényállás tehát ezért, mert felderítetlen, nincs releváns ténymegállapítás és hiányos, ezért érdemi felülbírálatra alkalmatlan. Az ítélő tábla arról is rendelkezett, hogy az új eljárást egy más tanácsnak kell tárgyalnia, ez pedig azt is jelenti, hogy az ügy tárgyalását előről kell kezdeni, de a nagyszámú tanúk kihallgatását nem kell feltétlenül megismételni. Híradónk után pedig indul a Starta, tegnap már megismert új párossal, Vujit Rütko és Demcsák Zsuzsa, Demcsák Zsuzsa és Vujit Rütko, közülük most Rütkótól tudjuk meg, hogy mi lesz a ma reggeli téma az első órában. Szervusz, Rütko! Már amennyiben új pár, jó reggelt kívánok, Tamás! Ez olyan, mintha most ismernéd meg Viktort a szerencsekerékből, ugye? Kb. Körülbelül. Na, szóval izgalmas lesz a mai reggel, az ukrán oktatási törvénnyel kezdünk. Gyakorlatilag nagyon régen láttunk ekkora összefogást magyar pártok között, mert egységesen ítélik el azt a törvényt, amely ellehetetleníteni a kárpátaljai magyar kisebbségeknek az oktatását, anyanyelvi oktatását, több más nemzetiségét is, több más nemzetét is, a románokét is, a bulgárokét is, tiltakoznak ők is. Itt lesz velünk Bársony András volt, kievi nagykövetünk, aztán érkezik az MSZP elnöke Molnár Gyula, illetve lesz egy nagyon érdekes téma, megmondom őszintén, ezt én magam kértem, nevezetesen internetjogász lesz a vendégünk azzal kapcsolatban, hogy Hatházi Ákos, és itt most teljesen mindegy, hogy melyik konkrét politikusról beszélek, egészen ocsmány fenyegetőzést kapott az interneten, és ezzel kapcsolatban általánosságban is azt megbeszéljük, hogy akár közszereplő valaki, akár nem közszereplő valaki, mit kell, hogy elviseljen az interneten, mit kell, hogy elviseljen gyalázkodásban, fenyegetőzésben. Szóval erről és sok minden másról lesz még szó a Startban. Köszönjük szépen, érdeklődéssel figyeljük. Tehát ma reggel is a Startot tegyék ezt. Önök is 7 órakor pedig találkozunk a következő híradóval. Addig is jó tévézés, szép reggelt mindenkinek!